Na sziasztok, folytassuk annak kérdésével a kérdezfeleleket, amit ti kérdeztetek tőlem az IFL online pénzügyi Facebook csoportjába, ahol nagyon sok izgalmas téma mellett, például megkérdezhetsz dolgokat, és akkor a közösség megbeszéli, például megkérdezhetsz tőlem is dolgokat, amikre a YouTube-on majd válaszolok. És annak kérdezi, hogy most még megéri másik lakást tenni befektetéssel, vagy már elment az aló, vagy most mi van ezzel? Alapvetően készítettem egy cikket, majd hogyha nem felejtem el, akkor ezt be fogom ide linkelni a videó alá, hogy csináltam egy nagyon okos kalkulációs, ilyen algoritmusszerű számítást, amit te is el tudsz magaddal otthon végezni, gyakorlatilag az országra levetítve bárhol. Különböző számodra elérhető adatokból meg tudod mondani, hogy az adott ingatlan mennyit ér reálisan. Most egy általános ingatlanról beszéltem, most nem néztem, hogy nagyon rossz állapotban van, vagy nagyon jó, hanem egy átlagos ingatlan, jó? Ebből tudsz meríteni majd egy kis ikletet. De ingatlan befektetés céllal én azt gondolom, hogy ez olyan mértékű beruházás sok család számára, hogy ilyet nem azért vásárolunk, nem azért lépünk meg, mert most azt olvastuk a neten, vagy Szarvas Norbert azt mondta, hogy ez olcsó, vagy drága, vagy most kell lépni, vagy most nem. Mire én azt mondom, hogy most kell lépni, már késő, hidd el nekem, hogy már drágában tudsz venni lakást, mint mielőtt megszólaltam volna. Ennek az oka az az, hogy nyilván vannak jó információim, látom a piacot, de azok az... Tehát idekem, hogy egy... Tehát én kisebb költségvetésből dolgozok, meg bármelyik szakértő, mint mondjuk egy bank. És hidd el, vagy egy ingatlan piacon, egy ingatlan, kockázati tőkés, egy olyan ember, aki mondjuk ilyen dollármilliárdokkal foglalkozik, és akkor neki az a munkája napi 24-ben, hogy ül, és hogyha itt a lehetőség, akkor azonnal jól bevásárol lakásból. Jó? Tehát ezt el kell fogadnunk, tehát mi soha nem fogunk majd a legjobb áron vásárolni. De, bocsánat, nagyon viszket. Ingatlant nem is így vásárolunk, hanem úgy, hogy megszületik bennünk a felismerés, hogy az ingatlan az Magyarországon, de a világon nagyon sok helyen, fejlett nyugaton, ez egy értékálló, konzervatív befektetés. Megszületik bennünk a felismerés, hogy ingatlant azért vásárolunk, mert annak az értéke nem lesz alapvetően kevesebb, most így normális esetben, tehát hogyha figyelünk a amortizációra, nem lesz kevesebb az ingatlan értéke, laknia mindig kell valahol, az ingatlan mindig egy alapszükségletet elégít ki, úgy, mint ennünk kell, innunk kell, lélegeznünk kell, és laknunk kell valahol. És a mi ügyfél rétegünk az fontosan újra termelődik, hiszen mindig lesz valaki 18 éves, 20 éves, feljön egyetemre, szeretne elköltözni otthonról, stb. Tehát azt gondolom, a kérdés mindig az, hogy ez megéri-e, vagy nem. Na, Magyarországon olyan folyamat történik, és ez egyértelműen látszik, hiába jön most a falusi csok, mert a falusi csok is családoknak szól. Tehát ha most belegondolunk, hogy az egyedülálló, elvált felnőttek, vagy iskolás fiatalok, és egyetemisták, vagy pályakezdők, stb. Gyakran nem tudnak saját lakást venni, hanem albérletbe kell lakniuk. És ez a folyamat nagyon látszik, hogy vannak Magyarországon gócpontok, például Budapest és környéke, de inkább Budapest, Győr, Pécs, Szekszárd, tehát ugye nagyobb települések, ahol a kereslet fix, mivel vidékről gyakorlatilag besűrűsödnek az emberek bizonyos közösségekbe. Tehát nem mindegy, hogy hol veszel ilyen lakást, de megéri? Nézd, egy lakást mindig megéri megvenni befektetéssel, mert én olyat nem láttam még, hogy az albérleti árak kevesebbek lettek volna. Ugyanis az albérleti áraknak a legfontosabb indikátora mindig a keresletnek a fizető képessége. Ez azt jelenti, hogy az én potenciális vevőimnek mennyi a pénze. Mivel egyre többet keresnek, ezért egyre több elkölthető összeg marad ingatlanra. Mellette viszont a piacon korlátozottak az albérletbe adható ingatlanok száma, ami a jövőben változni fog, mert mindenki ingatlant vásárol, aki tud, tehát azt gondolom, hogy egyre több ingatlan kerül a piacra. Nagyon fontos az ingatlan minősége. Felújított? Nem felújított? Egyre több olyan kerül majd az piacra, ami már felújított, vagy új, nagyon jó állapotban van. Tehát ez már egy alapelvárás lesz, nem pedig luxus. És akkor így tovább lehet
sűríteni. Én azt gondolom, hogy azzal nagyon merre nem lőhetsz, hogyha veszel egy kis garzont, azt felújítod nagyon szépen, akár minimalista stílusban, és azt meghirdeted egy reális áron. Akkor az biztos, hogy lesz. A kérdés az, hogy ez megtérül-e, mint befektetés, mindig arról beszélünk, hogy mi a jó. Na, hát hogyha mondjuk veszel egy, mondjuk Budapesten egy kis garzont, mennyi? Vegyél 20 millióért, jó? Egy kis garzon, másfél szobás, 40 négyzetméteres valami, 20 millióért. Azt felújítod 5 millióból, akkor vagyunk 25 milliónál, és akkor kérdés az, hogy mennyi a megtérülése. Na hát ugye a 25 milliónak, hogy a 10%-os bruttó megtérülésre beszélünk, ami ma álom kategória szerintem hosszú távon, akármit mondanak most az indikátorszámok, akkor az 10% az 2,5 millió forint évente, az jó, legyen 2,4, az azt jelenti, hogy havi 200.000 forint. Szerintem ennyit nem fogod tudni kiadni, vagy nagy, tehát hamarosan ki fogod tudni, de hamarosan mindent ki tudsz majd adni. Igen, ezért érdekes az ingatlan, mert van egy jelenleg értéke, meg egy jövőbeli. Viszont azt gondolom, hogy 150.000 és simán ki tudod adni. Az 1,8 millió forint, azt most ne kérdezzétek meg, hogy az mennyi hozam, de azért nagyjából elmondom, ugye az 75% a 10%-unknak, tehát az ilyen 7,5% hozam körül, nem mondok hülyeséget, számít, ami baromi jó. Ugye, és akkor ez így hozza, jó, akkor következő kérdés, mikor dolgozzak ki? Hát, hogyha 1,8 milliót kapsz bruttóba, jó, most adókat nem vonom le, amortizációt nem vonom. Tudom, itt vonjuk le, mondjuk másfél millió marad a te zsebedbe egy évben, jó? Másfél, és ez már nagyon optimista volt. Másfél millió, az egy év, az 10 év alatt 15 millió, de te 25-öt költöttél rá. Ez rossz befektetés? Húha, nagyon rossz. Erre mondaná nagyon sok befektetési guru magyarországos, hogy hát miről beszélsz, hiszen hát beteszed egy nagyon tuti LTF-be és meg állampapírba, és atya úristen, likviden hozza ezt. Igen ám, csak amikor jön majd a válság, akkor likviden nem fogja ezt hozni. Viszont az ingatlanod az gyakorlatilag megtartja ezt, mert kevesebbért nem fogod kiadni. Főleg gócpontokon. Tehát azt, hogy most jön egy válság és Budapesten, amit most te ki tudsz adni 150.000-ért, azt már csak 100.000-ért tud kiadni, az szinte nagyon kicsire az esély, mert ha itt a válság, az emberek nem fognak kevesebbet keresni. A válság idén se ez volt, hogy kevesebbet kerestek. Max kevesebben kerestek ugyanannyit. Érted? De most ez se reális veszély, hiszen olyan a munkanélküliségi rát, bocsánat, a hiányzó munkahelyek száma Magyarországon, nagyon sok embert kerestek, nagyon kevés a munkavállaló, hogyha te már értelmesen két mondatot összefüggően el tudsz mondani az adott szakterületen, azt mondom, hogy szinte biztos, hogy fel fognak venni valahova. Tehát kevesebbet nem biztos, hogy fogsz keresni, akkor meg nem fogsz kevesebbet fizetni albéletre, mert pontosan így áraz be téged a piac. Na hát akkor miről van szó? Tehát ezt tartod? Igen ám. De ugye mi történik? Mert mondanák, hogy valami 15 millió forint hozzam, az nem túl jó. Oké, okay, de viszont az ingatlanodnak az értéke 25. Ha semmi nem változik, akkor ez még fixen 25 millió, érted? Tehát ez gyakorlatilag ez egy tőkevédett befektetés, legalább a tőkéd megmarad. De mégse, ugyanis az ingatlanoknak van egy másik nagyon érdekes tulajdonsága, hogy ciklikusan emelkedik az ára. Emelkedik, utána stagnál. Itt most megint speciális esetekről beszélek, gócpontok, például Budapest, lakás. Emelkedik, stagnál. Visszaesik picit, de nem esik annyira vissza, mint ahol volt. Aztán megint stagnál. Most mondok egy példát. Most nézzük egy konkrét példát, mondjuk, ugye Budaörs 2007 panel lakás, 55 négyzetméter, ezt most konkrétan tudom. 2007-ben mennyit ért ez a lakás? 11 milliót átlagán. 2010-ben, ugye jött a válság, beomlott, már 8 millióért is kaptál, figyelsz, 8 millióért. Aztán nagyon hamar, 1-2-3 év múlva visszament ez, 11-13 millió között mozgott. Aztán 2014-15-ben már 16 millió, ugye ez már 16, és csak pár évről beszélünk. Sőt, bocska, 9 évről, 16-nál. 2019-ben 28 millió.
Érted? Ha 2007-ben megvetted 11 millióért, 12 évre rá el tudtad adni gyakorlatilag, hát, 2,5-szeres áron. Plusz, amit addig te beszéltél albérleti díj, ami, gondolom, mondanom se kell, hogy albérleti díj mondjuk 2007-ben volt 60 ezer forint erre a lakásra, 2008-ban 60 ezer, 2010-ben 60 ezer, mert válság van, de kevesebbet nem fogsz kérni érte. 2014-ben 100 ezer, 2017-ben 120 ezer, 2019-ben 150 ezer. Ezek az árak, tehát az ingatlan albérleti árak azok, tehát most lehet országos átlagokat nézni, de ha normális helyen, olyan gócpontokon veszel lakást, ott albérleti árak azok nem voltak kevesebbek, az stagnált fejjebben, és akkor ma hova jutott 12 évvel később az az ember, aki mondjuk vett 2007-ben egy panellakást és végig kiadta, mondjuk tegyük fel, hogy átlagosan évente ő nyert nagyon rossz esetben 100 ezer forintot, az 1,2 millió, az 10 év alatt az 12 millió meg hát durván 14 milliót nyert mondjuk, plusz az ingatlan ér 28 milliót, az mennyi? Az 42 millió forint vagyont szerzett 11 millió forintos befektetéssel 12 év alatt, és ez tök reális. Na hát ez a csúcs, ezt akarja mindenki, de érted? Nem lesz mindig ez, lehet, hogy most belenyúlsz, azt mondja, most 10 évig stagnálás, bár még ezt kötve hiszem, hogy most stagnálni fog, még növekszünk egy kicsit, aztán szintén stagnálunk, aztán lesz valamilyen visszaesés, ott ne izguljál, aztán majd megint emelkedünk. Nagyjából ugye ez mindig eljátsz a minden társadalom, mert csak így van növekedés, hiszen ha mindig növekedünk, ha mindig mindenki nyertes, akkor ki a vesztes? Mindig ezt tett fel magadnak. Na hát a vesztes az lesz, amikor majd jön az összeomlás, és eladj, annyira bepánik, hogy eladja olcsón, mert akkor te jössz, megveszed, és majd akkor te nyersz belőle. Ez ilyen egyszerű. Tehát azt, hogy most jó vagy rossz befektetés, azt szerintem nem lehet egy évre megmondani, az mindig egy korszakra kell, egy stratégia. És szerintem egy lakás jó helyen megvásárolni, mondom, gócpontokon, és lakás. Nagyon fontos, ne családi ház, mert az megint más szabályok. Tehát a lakás az azért jó, mert az igénytelenebb, könnyebb felújítani, kisebb terület, ráadásul nagyon sok mindent a társas ház viszel, mint költség, lásd fűtés, meg homlokzat, ez nagyon-nagyon fontos, tehát ilyen értelemben igénytelenebb egy lakás. Másfelől könnyebb kiadni, mert ugye itt most a te célpiacod albérletnél alapvetően nem a családok, a család meg már azt mondja, hogy ő meg már családi fészket akar alapítani. A te célpiacod az egyedülállók, elváltak, tanulók, tehát olyan emberek, akik viszonylag mobilisak, és könnyen jönnek, mennek. És az a kérdés, tőlük mennyit tudsz elkérni. Tehát szerintem jó befektetés. Én is fontosan próbálom ebbe az irányba terelni az életemet. Olyan szegény embert még nem láttam, akinek van már 5-6 lakása. Tényleg. Olyat már igen, akinek volt 100 millió forintja, és befektette ETF, meg tőzsde, meg minden, és ebből akart élni. És egyszer csak így nem úgy jött össze. És akkor jött a játék elmélet, hogy többet nyom be, akkor már még jobban nem lőtt össze. Ilyet már láttam. De olyat, hogy akinek van 5 lakása, és albérlet díjakból él, olyan még nem nagyon ment csődbe, hidd el nekem. Szóval én ezt gondolom, remélem tudtam segíteni. Szép napot, sziasztok!